Ez volt a 2018-as bővítésnek a része, maga a csarnok, ez az új szerelvény, és igen, ezek az automata szerelőgépek a pályázat részei. Gyárlátogatással egybekötött sajtóeseményen mutatta be a Mikropak műanyag és fémfeldolgozó Kft. A Salgótarjáni üzemében az utóbbi években végrehajtott beruházásait. A közel 1,8 milliárd forintos összköltségű fejlesztések célja, hogy a szintén a Salgótarjáni ipari parkban tevékenykedő MHG Kft.-vel tovább mélyítsék a gazdasági együttműködést, valamint kiterjesszék a Mikropak autóipari beszállítói tevékenységét. Ez 2017-ben indult beruházás, három fő pillére van, az egyik kapacitásbővítés, technológia bővítés. A második pillér az automatizálás, ennek a nagyfokú alkalmazása online és offline lehetőségekben, és a szervezetfejlesztés és az oktatásoknak a kiterjesztése, technológiai ismeretek, ezeknek az eszközöknek a kezelése, alkalmazása, és a szervezetnek a hatékonysága, a rugalmassága, a gyorsasága, és ezeknek a fejlesztése. A beruházás különlegessége volt az is, hogy ez teljes egészében a Mikropak Salgótarjáni üzemében született és valósult meg. Ezek a fejlesztések nem a budapesti központban születtek meg, hanem már egyből az ötlet is, a lehetőség, a hely is adott volt, és itt fejlesztettünk rá, az itteni szakembereknek a továbbképzése történt meg, az itteni szakembereknek az ötleteit használtuk föl, budapesti támogatás és alvállalkozók támogatásával. De ez azért is siker, hogy az itt kapacitás bővítéshez tartozó összes további kapcsolódó fejlesztés, mint szervezetfejlesztés, automatizálás az itteni embereknek és a lehetőségnek az ötleteit aknázta ki, és ebben kaptuk támogatást. Fröccsöntő gépek mellett automatizálás, ezek a több zömében online, ami azt jelenti, hogy a fröccsöntő gépekkel együttműködve automata hattengelyes robotok veszik el a darabokat, adott esetben végeznek további műveleteket, csomagolási művelet, szerelési művelet, volumenében. A szervezetfejlesztés most már évek óta folyik, ez egy folyamat, és nem fogunk megállni. Kiterjesztettük, ugyanaz a csapat már a budapesti dolgozókat is fejleszti önerőből, mert tényleg azt látjuk, hogy hatékonyabbak, ügyesebbek, a külső szemlélő és egy harmadik szem által még jobb ötleteket tudunk megvalósítani, és mondanak is nekünk ötleteket. A Salgótarjánban 2009 óta jelenlévő és folyamatosan fejlődő Mikropak Kft. A városvezetés számára is fontos. Minden gazdasági szereplővel az együttműködésre törekszünk itt Salgótarjánban, de különösen igaz ez a Mikropakra, aki az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban, hiszen 114 főt alkalmaz itt a Salgótarjáni telephelyen, ami ugye 114 család megélhetését szolgálja Salgótarjánban és a környékén. Továbbá az egyik legnagyobb adóbefizetéssel rendelkezik a városban. Ezekből az adóforintokból tudunk tömegközlekedést finanszírozni, tudunk színházat működtetni, és tudunk a legrászorultabbaknak segíteni. Szerencsére a Mikropak nem csak a működésre figyel oda, hanem folyamatosan beruházásokat hajt végre, és folyamatosan fejleszti Salgótarjánban, mind a létszámot illetően, mind a termelést illetően. Nagyon jó az együttműködésünk, és gratulálunk nekik ehhez az új pályázathoz, és reméljük, ez a gyártókapacitásokat és a hatékonyságot is növelni fogja. Az elmúlt években végrehajtott beruházásokat, amelyeknek köszönhető nőtt a hatékonyság és a minőség, valamint csökkentek a gyártási költségek. A Mikropak Kft. Fele részben önerőből, fele részben a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program támogatásának köszönhetően valósította meg.